1945-ben hazánk lakosságának egyharmada élt városokban. 1975-ben a lakosságnak már több, mint a fele. Magyarországnak a főváros mellett 77 városa és 5 megyei jogú városa volt. Ezek népességszám szerinti sorrendje a következő. Miskolc 193 ezer lakos, Debrecen 182 ezer lakos, Szeged 167 ezer lakos, Pécs 160 ezer lakos és Győr 113 ezer lakos. A mi városunk Miskolc, iparváros. A város központjába igyekvőket a Széchenyi utca forgalma szippantja magába, amely zajosabb, mint a leghangosabb budapesti utca. Az avas tetejére állított tévétorony az iránytű, amely segít az útját vesztett embernek eligazodni. A torony mindig ugyanaz, de ahány irányból tekintünk feléje, annyi arcát mutatja a városunk. Évekig panaszkodtunk a kenyérellátásra. Hogy ma már nincs panasz, nem állítanám, de hogy az új miskolci kenyérgyár kifogástalan kenyeret süt, mindenki elismeri, aki megízleli. Sajnos e kívánatos veknik néha gusztustalanná nyomorítva jutnak el a vásárlókig. E téren is elértük a fővárosi szintet. Szépek, nem szépek ezek a házak? Másként ítéli meg az, aki nézi, másként aki lakja is, megint másként, akinek még nem jutott belőle. Városunkban a születési arányszám jobb, mint az országos. Az elmúlt évben több mint 3000 új szülött iratkozott fel polgáraink közé. Ha valami jót akarunk kívánni nekik, kívánjuk, hogy mire felnőnek, ne legyen lakásgond és a bőség városa legyünk. Nemzeti Színházunk, amely hazánk első magyar nyelvű kőszínháza volt, akkor a szintén nagy eseménynek nézhet elébe. Ha minden jól megy, a Hernádi Jancsó féle csárdás királynő ezredik előadását fogják ünnepelni. Napjainkban városunk lakóinak több mint fele az iparban dolgozik. Legfontosabb ipari létesítményünk a Lenin kohászati művek, ugyanis a hazai nyersvas és hengerelt acél egyharmadát itt állítják elő. A gyors városiasodás miatt szükségessé vált lakásépítéseket a kormányzat kiemelt fontosságú szociálpolitikai kérdésként kezelte. Bár az ingyenes lakásjuttatás elvét az 1960-as évek közepén feladták, a kedvező OTP hitelek és a viszonylag alacsony árak sokak számára tették lehetővé az új és komfortosabb lakásba költözést.
Az 1961 és 1975 közötti másfél évtizedre 1 millió lakás építését irányozták elő. Ezt mintegy 50 ezerrel még túl is teljesítette az építőipar. Az új lakások többségét a paneltechnikára alapozott házgyárak termelték. Az első ilyen üzemet 1966 nyarán avatták fel. Ezt követően szinte minden nagyváros megépítette a maga egy vagy több 4-10 emeletes házakból álló lakótelepét. Új romantika született a pusztán. Az egykori puszta közepén épült városban ma 130 ezer ember él. Évszázadokon át oly sok iparosodási törekvés vetélte ebben a városban, ahol a nép mindig a polgárosodást, a haladást szomjazta. Kollégiumában az 1800-as évek elején már politechnikai oktatás folyt. A freskó rézmetsző diákokat ábrázol. Az ő nyomdokaikon járnak a mai debreceni fiatalok abban a városban, ahol immár 30 ezer munkás dolgozik az új, korszerű üzemekben. A tanácsházán, Kossuth egykori dolgozószobájában a debreceni munkásokból lett vezetők bontogatják merész terveiket. Épül az új sugárút. A sárga és kék szín Debrecen ősi címeréből maradt hagyomány. Ma már szimbólummá nőtt. Mindenütt találkozni vele. A népkultúra hagyományait a fiatalok őrzik. Évente egyszer ők idézik fel a hajdani hidi vásár. Debrecen még nem a világ vég, ott is élnek boldog emberek, ott is akad az embernek mérge, és ki örül, ott is jó neve. Debrecen még nem a világ vég, megtalálod az aranybikát, új kakakast ehetsz ott ebédre, kék az ég és napfény tűzre áll. Sorolhat még akármennyi város, nagy az ország, van hely épp elég, de dalban nem fér el, na már most, annyit tudnék hozzátenni még, hogy Debrecen még nem a világ vég, hol van másik színes déli bár. Éppen ezért sehogyan sem értem, miért kicsit, hogy csak tess a világ. Azt mondják, az ember életében egy esztendő nem nagy idő. Ez egy történelmi periódus a kis család életében. Igen, hát pontosan számon tartjuk még most ezt az időpontot. Tudnék, ennyi ideje lakunk az új otthonunkban. Felszegezte már a kis táblát, vagy kis István? Igen, hát az az első között megtörtént, miután megkaptam a kulcsot. Hol laktatok korábban? Ott a rossz kis Kártócs utcába. Mi volt az rossz, Gabi? Az a rossz kis Kártócs utca. Ott volt minden imebázi, meg az a vénasszony. Debreceniek? Nem vagyunk azok. Szerepelnek. Tulajdonképpen akkor ezt tekinthetjük lakás alattólak, nem? Igen. Hát sok boldogságot az új lakásban. Egészségetekre. Egészségetekre. Mindenkinek is minél hamarabb legyen. Köszönjük szépen. Kedves egészségetek, kezdjük sokkal. Találkoztunk olyan gyerekcsoporttal is, akik magukat bandának tartják. Az ismertebb bandák egyike a lándzsások.
A nevüket arról a szertartásról kapták, amelyel vezérüknek választották Sanyit. Milyen főnök vagy te? Hát csak egy pár embernek parancsolgatok. Uh-huh. Az ki ez a pár ember? Nem például ezek, mert még vannak egy páron. Aha. És mit szoktatok csinálni? Hát akkor valakit megvernek, azt ott kisegítsük. Igen? Amikor a kisebbeket megverik, mi azokat megvédjük. És még mit tudnátok csinálni így együtt? Hát szoktunk ilyen például ilyen rajzok, amin itt van a falban. Ma is csináltunk olyat, hogy cementből összekevertünk ilyen festék és vizet, és akkor lefestettük vele a falat, úgyhogy nem is látszok. Uh-huh. Hogy? Ecsetet is. 850 volt. Hogy lettél te főnök? Hogy választottak meg téged? Nem tudom. Hát sok jó volt, sok ilyen csatát vívtunk meg, és győztünk az okosságában, meg ilyenekben győztünk vele. Lehet, hogy ő volt az okos? Igen. És így megbíztok benne. És ez hogy valahogy szavaztatok, föltettétek? Hát őket? Nem. Volt ilyen barátságunk, és akkor itt... Aki, és akkor mondtunk valamit, és aki beleegyezett, azt a földbe dobta a lándzsáját. Dankó Pista, annyi édes búsnóta szerzője Szeged szülötte. A Tisza étteremben vidáman szól a zene, Dankó nótákat játszik a Dankó zenekar. A híres nevezetes Tiszai partfürdő májustól szeptemberig a szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Az ipari vásár a szegedi ünnepi hetek egyik vonzó ereje. A kecses papucs, a jófajta halasbicska nélkül nem is lehet hazatérni Szegedről. Szeged az egész világon híressé tette a paprikát, a paprika meg Szegedet. Csak nem erős. A szegedi szaláminak, kolbásznak, szalonnának, a finom szegedi konzervnek nagy a keletje Venezuelától Indonéziáig. Hogy milyen lesz a teherautón főtt halászlé, nem tudjuk, de biztos, hogy az öreg körösi halászcsárdájában a legfinomabbat főzik. Az öreg körösi, a kiérdemesült halászmester, maga tálalja főztjét. Jól csúszik rá a puszta mérgesi rizling, mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szögedében. Harsonák hívják a közönséget Európa egyik legszebb szabadtéri színpadára, a Dómtérre. Kérdezzem meg, mit jelentett ez a közel 10 esztendő a játékok igazgatója számára? Sok gond, nehézség adódott, de még több öröm. Miről is beszélhetnék? Az elmúlt évek júliusában, augusztusában a fanfárok hívogató hangjára 700 ezer hazai, 10 és 10 ezer külföldi vendég foglalt helyet a nézőtéren, hogy művelődjön, szórakozzon, szabadtéri rendezésben láthassa, hallhassa Erkel, Verdi, Puccini, Kodály, Onegger halhatatlan melódiáit, Shakespeare-nek, Madácsnak a boldogabb, emberségesebb életért szóló gondolatait. Szegeden nincs már boszorkány, a régi nóta koholmány. A tiszaparti legények ennek örülnek. Harányi tal sincs divatban, a csokjön úgyis divatlan. Szellemidézés manapság a ritka mulatság. Boszorkány,
fütyült rám, boszorkány, hogy lehettem ilyen nagy szamár. A mi városunk a diákok városa. Pécset minden ötödik lakos diák. Magyarország első egyetemét 600 évvel ezelőtt első Lajos király hívta életre Pécsett. A diákok akkori életéről régi rajzok maradtak fenn, és ha a jogtudományi könyveket lapozgatjuk, korabeli jogász képével is találkozhatunk. A 400 ágyas klinika különböző osztályain a gyógyítás tudományával, a mindennapi orvosi munkával ismerkedünk. A 13. századi városfalak maradványai sok helyen megtalálhatók még ma is. A hegyi értékes kincsét, a fekete kőszenet közel 200 éve bányásszák. Pécs életének és fejlődésének utolsó évtizede azonban már elválaszthatatlan a 20. század ércétől, az urántól. A porcelángyár modern kerámiája több mint 100 éve alapított, híres zsolnai gyár épületében készülnek. S a város központjában a zsolnai kutat a messze földön ismert színjátszó eozin figurák díszítik. Köztük a város öt tornyú jelképe. Ugyanez a rajz és a római eredetű név Szópiánna fémjelzi külföldön az ugyancsak 100 éves gépgyár modern gyártmányait. Városunk sokágú ipara évről évre fejlődik, korszerűsödik. Tudják-e, hogy mik azok az utcabútorok? A padok, hirdető oszlopok, újságos bódék épp úgy, mint a virágtartók vagy a buszmegállók. Mindaz, aminélkül az utca sivár közlekedési útvonal lenne. Ahogy a lakást a bútorok teszik kényelmessé, használhatóvá, ugyanúgy a városi közösség életében is nélkülözhetetlenek az utcabútorok. Mégis egy átlagos járókelő inkább csak afféle szükséges rossznak tekinti az utcát a munkahelye és az otthona között. A sétálás, a gondtalan őgyelgés, a fiatalok, a nyugdíjasok és a turisták kiváltsága. Pedig saját városainkban is megérné néha leülni egy-egy padra vagy lépcsőre. A munka és a lakás között otthon érezni magunkat, kicsit az utca életében is. Győr, a Dunántúl második legnagyobb városa újjászületett az elmúlt 10 esztendő alatt. A százados házakat és odon sikátorokat, Győr műemlékeit restaurálták és kicsinosították. Ha nem is ide szállt, minden esetre itt szállt meg egykor első Napóleon császár régi fényében ragyogó házban. Győr a kerékpárok városa, családonként átlag 2 kerékpár van. A vagongyárban hasznos munkaeszköz az ipari televízió. A diszpécserek ezen ellenőriznek minden munkafolyamatot. Itt készülnek a tehergépkocsik futóművei. Minden rendben van, foroghatnak a kerekek. Itt egy időre megálltak, sőt össze is nyomódtak. Sajnos mindennapos a figyelmetlenségből eredő baleset a Győri utcán. Itt ez a kocsi például. Nincs az a térkép, ami az innen kivezető utat megmutatja. Akartunk telefonálni ez ügyben, de az utunkba akadt fülkében nem volt készülék, másutt pedig a kagyló hiányzott. Úgy látszik, a győriek inkább az utcán tereferélnek. Itt a 3 percet sem kell betartani. Győr a vizek városa. A Rábaparti csónakházakban pezseg az élet. A győri vasas ifi 8-asa minden délután vízre száll. Gyere, Gyuri, gyorsan, Győri gyufa gyárba!
Délután 5 óra. Odakünn májusi eső öntözi a tavaszi földeket, idebent vidáman gyülekeznek Gyöngyöstarján község fiataljai. Minden hétvégén így van ez. Ezen a szombaton Szőke Mátyásék házánál ültek össze egy kis tereferére. Gondolná valaki, hogy mindez egy kis mátrai faluban van. Városi gondok, városi viseletek. A sár még falusi, de a cipők és a motorok már a legmodernebbek. Akár csak a zene az új falusi cukrászdában. A nagyváros eljött a kis faluba. ...1963. augusztus 20-án befejeződött a magyar falvak villamosítása. Az utolsó hálózatra kapcsolt település a Szabolcs-Szatmár megyei Aporliget volt. Ennek köszönhetően a falusi emberek élete jóval komfortosabbá vált. Az ő háztartásaikban is kezdett megjelenni a mosógép, a centrifuga, a hajszárító, a porszívó, a hűtőszekrény, és a korszak legnépszerűbb találmánya a mindenhol díszhelyre kerülő televízió. Tisza vagyok. Az Orion gyár 43 cm-es képernyőjű, 12 csatornás készüléke. Az adóállomás 100 km-es távolságban veszem. 5200 forintba kerülök. Lajoskám, legyen szíves, mutassa meg a kezelőgombok használatát. Most néhány percre eltűnök, és addig csak a monoszkópomat látják. Elől középen a fényerőt szabályozzuk. A jobboldali gombbal a kontraszton állítunk. A gép hátulján található baloldali kerékkel a vízszintes frekvenciát, a jobboldali kerékkel a függőleges frekvenciát szabályozzuk. Köszönöm kedves figyelmüket. Kérem, bánjanak velem otthon jól. Csak nem akarod ezt a nőt is hazavinni? Azt hiszem, kiállíthatom a papírokat. Természetesen. Hát akkor úgy látszik, elkeltem. A TSS-ítés második hulláma 1957-ben kezdődött, és 1961-ben fejeződött be. Bár a módszerek, melyeket az ellenálló parasztokkal szemben bevetettek, kifinomultabbak voltak, mint a Rákosi korszakban, a fenyegetőzés és zaklatás továbbra is az eszköztárhoz tartozott. A gazdák végül is beadták a derekukat. 1961 végén már a parasztság 75%-a volt TSZ-tag, 19%-a állami dolgozó, s magángazdálkodó csupán 6%. Megváltozott a férfi tudás jellege is. A 20. század közepéig, a hagyományos paraszti gazdálkodás fennmaradásáig az erős fizikumú, a mezei munkákban élen járó férfi számított ideálisnak. A Kádár korszakban a valamilyen ipari szakmai képesítéssel, például ács, kőműves, asztalos, gépszerelő tudással rendelkező férfiből válhatott ideál. Évek óta volt itt egy kis TSZ, de nem volt valami jó, nem volt egyetértés. Így vállaljam az elnökséget. Mielőtt a közgyűlésre mentem, sokáig töprengtem a Tisza partján. Vajon bíznak-e bennem? Nem volt taps meg lelkesedés, csak magasra nyújtott kezek. Akkor megfogadtam, hogy a bizalmat azzal hálálom meg, mindig hallgatok a tagságra, közgyűlésre. Mondja, lakatos elvtárs, hogyan kezdett munkához? Először is azt csináltam, amit nem tett meg az előttem való elnök. Megnyertem a vezetőséget. Azóta is együttműködünk.
A magyar ember az okos szóból ért. Mindig megbeszéljük a terveket. És ahogy látom, mivel megvolt a személyes érdekeltség, itt maradt a fiatalok egy része is. Most éppen a másodvetésű siló kukoricát kapálják, de van nekik egy ötholdas táblájuk. Az övék lesz a jövedelme. Könyveket meg magnót vesznek belőle. Jöjjön vissza 10 év múlva, nem ismer majd rá erre a tájra, ami kedves Tisza mentinkre. A földosztás sokat változtatott rémkösség és az ország szegény parasztjainak életén, ám gyökeres átalakulást a termelőszövetkezeti mozgalom hozott. Arra kértük a 81 éves Vancsura József és a 67 éves Borsodi Mihály TSZ nyugdíjast, próbálják játékosan elmondani a történteket. 49-ben indult a Kilián egy traktorral. Akkor Dózsa meg kettővel, igen, de? 59-ben indult a Kossuth szintén egy traktorral, így lett a községnek 4 traktora. 65-ben egyesült a 3 TSZ. Közös erővel gyorsan gyarapodtunk. 73-ban már 31 traktorunk van. Regényt lehetne írni róla, hogyan kerülnek manapság traktorok maszekkézre. Élelmes parasztemberek elmennek az ország legtávolabbi vidékére is, ha meghallják, hogy egy nagyüzemben van eladó ócska traktor. Körülményesen hazaszállítják, bütykölik, újabb kalandok árán alkatrészt szereznek. A traktor pedig megy, szánt, fuvaroz és maszek. Tény, hogy egy ilyen maszek traktor kitűnő üzlet. Nem kell utána adót fizetni, mint a ló után. És szánthat vele a szomszédnak, fuvarozhat a sógornak kis befektetéssel, mert ezek a masinák elballagnak fűtőolajjal is. Az is tény, hogy ez a traktor szociális feszültséget szül a falun belül. A harmadik tény, hogy a Magyar Népköztársaságban fejlett termelési eszköz magánember tulajdonában nem lehet. Mégis az élet már igazodott a maszek traktorokhoz. A lovakat levágták, a közös gépparkokat a minimumra csökkentették. Tehát ha a maszek nem szánt, akkor nem szánt helyette senki. Ez Nádudvar, ahol 20 évvel ezelőtt 18 kérges tenyerű paraszt elindult egy új csillag után. Ezt a csillagot mások is vezérlő lámpásul választották, s a 18-ak megszázszorozódtak, és ma dandárnyian vallják közös élőföldjüknek a hajdani mostohát. Szabó Istvánnal, a Termelőszövetkezet országos tisztségeket is viselő elnökével a tagság választott vezetői ülnek itt, hogy a Vörös Csillag 20. születésnapjának küszöbén 2 évtized munkájára tekintsenek vissza a krónikás előtt. Nádudvar községe országos viszonylatban is a szegény községek közé tartozott. A község határa 42.000 katasztrális holdat tett ki, 76%-a 200 katasztrális holdon felüli birtokokhoz tartozott. 1950-ben 285.000 forint volt a vagyonunk. Ma 374 millió forint ér. 1950-hez képest 4-szeresére nőtt a tagok jövedelme. Ma már az egy tagra jutó jövedelem havi 2300 forintot tesz ki. A 60-as évek végétől a kemény valuta is megjelent néhány magyar TSZ életében. 1968-ban ünnepélyes külsőségek között rendeztek Csikó árverést a korszak presztízs beruházásai közé tartozó bábolnai állami gazdaságban a nyugat-európai vendégek számára. Ausztriából, Csehszlovákiából, Nyugat-Németországból érkeztek szakemberek, vásárlók és érdeklődők, és eljöttek Svédországból is. 1967-es születésű Csikó kerül árverésre, hogy külföldön is hirdesse a hagyományosan híres magyar lótenyésztés legújabb eredményeit.
Forrósodik a hangulat, amikor az Imperial, Imi és Nostradamus származékok kerülnek aukcióra. 500 dollár zum ersten, 3400 dollár zum zweiten, zum dritten. És az új gazda, a svéd Budi úr, joggal büszke legújabb bábolnai szerzeményére. Mutassuk meg a külhonfiaknak a Prosperityt. Ki mint vett, úgy arad. Hullámzó a búza tenger, ringva hajlik itt a szár. Ésszel él itt minden ember, tudja pál, hogy mit kaszál. Gyalog nem én itt az apjú, tucat autót ülköl itt. Ezzel aztán kápráztatjuk azt a fránya a külföldit. Annyi külföldi jött olyan jól bejött, ami pénzbeli számításunk, hogy bérmunkával végeztetjük boldog aratásunk. Bőti vasárnap. Dalolni, táncolni nem szabad. De az ifjúság áradó ereje már 100 évvel ezelőtt is áttörte a kedvet szegő, érdelmetlen gátakat. Dalolni, táncolni nem volt szabad. Hát hintázni csalogatták a legények a lányokat a kutya köszörűre. Uncutkodnak, tréfálkoznak, s közben kiszemelik a párjaikat. Szabódnak a lányok, talán fel sem ülnek. De felám a kitartó a bíztatás. Így járt túl a fiatalság a gyászos fegyelmet prédikáló keszén. A legények a bőti hetek hagyományos lányos estéjén beköszöntenek kiszemelt párjukhoz. Itt először vendégeskednek. Nagy lány lett az Ica, már kelengyét is hímez. Marasztalja a vendégeket, de azokat más házaknál is várják. Egyikük biztosan visszatér. Hogy a legény melyik lány kísérje ki, azon nem lehet vitatkozni. Siófokon laktam. A férjem, Horváth Imre, udvarolt nekem. De nem akartak hozzáadni feleségül, mert cigány gyerek és barna bőrű. Igaz, hogy mi is cigányok vagyunk félig, mert anyám az magyar, apám cigány. És apám úgy gondolta, hogy rajtam nem lehet észrevenni, hogy cigány vagyok, így jobb partit is szerezhettem volna magamnak, mint a cigányt. És megmondtam a szüleimnek, hogy engem az nem érdekel, hogy cigány vagy nem cigány. Ha én szeretem és ő is szeret, akkor nem lehet minket elválasztani. És nem egyeztek vele, mi akkor is megcsináltuk, hogy egymásé lettünk, mert eljöttem vele. Mindenki azt mondta, hogy hogy tudtam eljönni Siófokról, miért hagytam ott a várost. S én azt mondtam, hogy nem azt néztem, hogy hova jövök, hanem hogy kivel jövök el. Egyesek azt mondták, hogy lehet, hogy meg fogom bánni ezt, és én mondtam, hogy soha. Amíg élek, soha. Mert azon kívül, hogy cigány és barna bőrű, még rendes ember lehet. Pénzt hazaadja, nem iszik, nincs káros szenvedélye, úgyhogy én nem kívánok más, csak mindenkinek ilyen férje legyen, mint nekem. Thank you.
nagyközségek életének egyik legfontosabb eseménye évszázadok óta a piac vagy a heti vásár volt. Mibe kerül a szőlő? 8 forint kilója. Savanyú. Ki fizetni, savanyú? Megenni, édes? Ezt a sapkát tetszett kérni? Nézze meg, bácsi. Jó lesz. Hogy ez a sapka, édesapám? Belenősz, édesfiam. De a fejem nem nől, édesapám. Nem a fenén, hiszen a hajad is gyaraponni fog. Aztán mibe jön ez az ócska sapka? Tessék, tessék, tessék csak választani! Nálam minden kapható! Tessék csak megvenni, kartárcskám! Nagyon tanulságos könyvek! És tudja, jó, ha megvan mind a kettő! Még kitűnő, mindenféle cucc, mit szemed megkíván, vár itt rád, ne szalaszd el hát! Fiaszté! Időrák a holmi, sőt csak ember régiség. Fiaszté! A monte kéregető, gyöntri hangszerét. Fiaszté! 500 árus harca, három bevő. Politikai passzivitásért cserébe látványosan javult az életszínvonal. Ennek legjellemzőbb példája az erőltetett DSS-ítés elfogadtatásában nagy szerepet játszó háztáji rendszer engedélyezése volt. A háztáji meggazdagodó falusi családok kalákában építettek maguknak nagyobb, kényelmesebb házakat. Van itt egy jó fűrész, húzd jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza. Jó fűrész ritmusra jár, fáradt lettem, jól jön egy pohár bor. Nekül a fűrész bor, jó fűrész ritmusra jár. Széltámad, hajút lobog, tüzet gyújtunk, vendégek jönnek talán. Sok fiú és sok húzd meg jobban, menj el. Aki majd erre jár, minket megtalál, mert itt a házunk. A tiéd is, hát a hát. Hát a néhesen pihenj meg csendesen, itt a házunk. A tiéd is, hát a hát. Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza. Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza. Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza. Yeah.
kisdobos vagyok. Tudom, a kisdobos nevet nem én viselem egyedül. S tudom, a rajban sem megyek, ha felvonulok legelül. De kihúzom magam, zenem vidáman, boldogan ragyog. Anyám és apám büszke rám, hogy én is kisdobos vagyok. Tudom, tanulnom kell sokat, hogy zászlónkhoz méltó legyek, mert a zászlót s a kisdobott szabadságharcot gyerekek vitték egykor, s a szívemen kis forró piros láng ragyog. Édes hazám, érzed ugye, hogy én kisdobos vagyok, jókedvű kisdobos vagyok. Én? Én? A mai naptól? A mai naptól? Büszkén viselem. A kisdobos nevet. A kisdobos nevet. Csapatom jó hírnevét megőrzöm. Csapatom jó hírnevét megőrzöm. Tetteimmel szocialista hazámat szolgálom. Tetteimmel szocialista hazámat szolgálom. Amikor tetted az esküt, mit éreztél akkor? Hát, belülről olyan valami paráz. Mire emlékszel belőle? Hát, semmire. A 6 pontot betartottad eddig? Hát, szerintem nincs olyan gyerek, aki pont betartottam mind a 6 pontot. Hát például én se tartottam be. A napocska felbukkant a hegyek mögül. Ébredni kezdett a föld is. Első sugara a pacsirtára hult. A pacsirta dalolva repült a magasba. A pedagógusok és a diákok is hamar megkedvelték a mágnes segítségével rögzíthető szemléltető képeket. Az iskolai taneszközök gyárában sok minden készül a fizika órákra is. Például a szabad esés idejének mérésére és a forgómozgás törvényeinek bemutatására szolgáló készülékek. A biológia tanításban hasznosak a kitömött állatok, amelyekből sok jut exportra is. Készül a gyár legújabb terméke. A rovarokat víztiszta műanyagba ágyazzák. Légritkítással kiszívják a légbuborékokat, majd a kvarclámpák hatására az anyag megszilárdul. Az átlátszó műanyagba ágyazott rovar higiénikus és minden oldalról jól megfigyelhető. Miután a többség színes képet rendelt, így én is színes képet kértem. Sajnos nincs rajta az egész osztály, egy-két gyerekünk beteg volt éppen akkor, de ami a legszomorúbb, hogy egy kisfiú úgy nincs rajta, hogy a szülei nem engedték. Hát azt hiszem, hogyha nevet nem mondok, akkor is mindenki tudja, hogy kiről van szó, de akinek esetleg kételjei lennének, nyugodtan, bátran megerősíthetem, Irsai Zsoltról van szó. Zsolti, a régi osztályokban csináltak osztályképet, fényképet. Azon te nem vagy rajta, én nem láttalak téged rajta. Miért nem vagy rajta? Az a jó, mert anyu nem akarta, hogy rajta legyek. Még emlékben sem. Anyu nem akarta, vagy te nem akartad? Én se akartam, meg anyu sem. De miért nem akartátok? Azért. Na az egész osztály egy dilis. Akkor még a barátom volt, mikor nem rúgtam bele a kezbe. És miért rúgtál bele a kezébe? Azért, mert majdnem beszúrta a lába, kilukasztotta a vakcipőmet, meg ide is szúrt a tollhegyivel, és neki csak a toll vége ment bele a kezébe. Uh-huh. Én azt mondtam, hogy írok levelet az iskolának, de egy cseppet sem írok. Kinek akartál levelet írni? Is. Az osztálynak, de meggondoltam magam, és nem írok most már. A szülők összkeresetét elosztva a családtagok számával egy-egy diák eltartására havonta 400 és 1400 forint közötti összeg jut.
A jobbmódú diákok otthon magnószalagról tanulják a földrajzot, történelmet, és jóval többet tudnak, mint azok, akik a 400 forintos kategóriába tartoznak. Hogy a kedvezőtlen anyagi helyzetben lévő diákok hátrányát csökkentsük, hétfőtől péntekig minden délután, 5 órán át tanári felügyelet mellett tanulhatnak a gyerekek. Az egyik tanár magnószalagra mondja a leckét, amit annyiszor hallgathatnak meg a gyerekek, ahányszor csak akarnak. Az általános iskolákban országszerte problémát okoz a padok mérete, ami például délelőtt jó a kicsiknek, ugyanaz délután kényelmetlen és egészségtelen a nagyoknak. Ezen a helyzeten segít az iskola bútorgyár új típusú padja. A néhány iskolának kísérletre kiadott padok lapja és ülőrésze pillanatok alatt a megfelelő méretre változtatható. Évek óta napirenden volt a diákok túlterhelése elleni küzdelem. Mégsem csökkent a tanulók elfoglaltsága. A szülők az iskolát hibáztatták ezért, az iskola pedig a szülőket. Pontosabban a külön órák végtelen áradatát. Hát én elég sok mindenre járok, angolra, zongorára, szolfésra, karinekre és oroszra. Én járok lövészetre, íjjal és légpuskával, külön angolra, külön tornára és sakszakkörre. Hát én sem unatkozom éppen, nekem is van 6 külön órám, zongora, szolfés, karinek, torna, történelem és orosz. Az ember ül az iskolában, előtte földrajz, nyelvtan, számtan, és felderül, mikor a térkép a Balatonnál nyílik szép. Ha vége lesz az iskolának, a Balcsi partján játék vár csak, és ott a víz, és csupa jó vár, csak lenne mindig, mindig nyár. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Az olyan rossz, akkor a reggel csörögve kell, az undok veker. Ne ásítozz, csak az ágyból, a suli csengő mindjárt szól. Ha vége lesz az iskolának, kilencig felem rán cigálnak. Nincs rohanás a Balatonnál, csak lenne mindig, mindig. Magyarországon közel 100 000 iskola köteles korú cigány gyerek él. Közülük több mint 60 000 elszigetelten cigánytelepeken lakik. Hány éves vagy? 12-14. Jársz iskolába? Mikor hagytad abba? Nem jártam. Te hány éves vagy? 12. És te jártál iskolába? Jártam. Mennyit? Na. Egy osztályt. És abba hagytad? Abba. Miért? Csak. Mennyit jártál iskolába? Egyet. Hát te? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem csak a cigánytelepiek, de sokszor a tanyán élők sem szívesen adták iskolába a gyerekeiket. Nem akarjuk, egyáltalán nem akarjuk, hogy bejárjanak iskolába. Mi nem is olyan körülmények között vagyunk, hogy mert oda olyan sok minden ruha is köl. Maga részt vett ezen a szülő értekezleten, ami volt a kollégium ügyében? Én vettem részt. Tasszol volt rá. És mi volt ott? Igen. Hát azt mondták, hogy menjenek oda tanulni. Mink meg úgy vagyunk vele, hogy jobb volna, ha itt volnának. Úgy járom, mint a császártítésén most 24 éves tanár, hogy... Az Erdész János. Marinak a... Erdész János. Erdész János. Miért halt meg? Hát mert annyira tanult, a gyomoridegje lett később, aztán meg
ez a... Elráposodott. Elráposodott neki, és akkor meghalt. Sok tanulástól? Sok tanulástól. Hát, idegség az, az biztosan az a... Nehezen megy pláni neki. Húgának azt mondta, hogy ne tanulj ennyit, ha így akarsz megdögleni mindén. Kodály tanár úr. Hagyatéka ez az iskola, amelynek csodájára járnak messze földről. Vegyétek kézbe a kiosztott dallamkártyát. Aki elolvasta és emlékezetből is el tudja énekelni, jelentkezzék. János? Do, do, la, so. Csilla? Do, do, ti, ré, do. Kamiko? Mi, ma, do, mi, do. Vegyük elő Kodály tanáró gyakorló füzetét a 44 kétszólamot, és nyissuk ki a hármasnál. Szeretném, ha nagyon friss tempóba elénekelnénk egy osztinátóval. La, do. Indul. Kamila, mi, fa, mi, so, mi, mi, da, la, mi, do, mi, so, fa, la, mi, so, mi. Saját osztálybeli lányokkal hogy vagytok? Hát nem nagyon tartjuk velük a kapcsolatot közelebbről. Láttuk egymást felnőni, láttuk egymást kicsinek, és nagyon ismerik őket talán, túl jól megismertük őket. Veszekedés? Nem, igen, nincs. Miattad se volt szűr? Nem. És az ásokkal? Ásokkal? Ja, hát arra tetszik gondolni, hát volt egy kis buli, de hát nem volt semmi. Mi volt az, Tomi? Hát, egy lány miatt kaptunk össze, de aztán elsimult a dolog. És kik voltak a szereplői? Hát, most nem mindegy. Nem. Hát például én, aztán az A-ból egy lány, osztályból az egész brancs bejött. Miért fiúkkal barátkozol? Igen, egy időben, mondjuk 6., 7. másra járt az eszünk, nem a tanuláson. És akkor... Miért? Most már nincs fiúzás? Most már komolyabbak lettünk. És a fiúk? Fiúk csak részben érdekelnek bennünket. Osztályból? Jó fejek. Osztályból? Az osztályból nem. És másikból? Másikból, igen. Az iskolai élet kezdetét idézték az utolsó tanítási nap reggelén a budapesti József Attila gimnázium 4. B osztályának diákjai. 12 éve így állt a számológépnél Korányi Laci, igaz, azóta kissé megnőtt. Még korábbra emlékeztet az osztálytabló, közepén természetesen az osztályfőnök 2 éves korában. Lánci Guszti akkor és ma. Fredrejsz Pisti is megférfiasodott azóta. No de vége a tréfának, s a József Attila gimnázium végzős diákjai is búcsút vesznek az Alma Matertől. Érettségi után a természettudományi karra jelentkezem,
zoológus szeretnék lenni. Érettségi után az orvosi egyetemre fogok jelentkezni. Ha a felvételi nem sikerül, műtősnő leszek. Érettségi után kirakat rendező iskolába jelentkezem. Ha nem sikerül a felvételim, akkor megpróbálok elhelyezkedni egy népi együttesben. Érettségi után a felsőfokú vendéglátóipari technikumba jelentkezem, tudnélik hajószakács szeretnék lenni. Ha esetleg nem vennének fel, akkor mint ipari tanuló leszek szakács. A közgazdasági egyetemre szeretnék jelentkezni. Úgy hallottam azonban nagy a túljelentkezés, ezért felkészültem egy másik pályára is. Megpróbálok elhelyezkedni a Pénzverdében aranyműves tanulónak. Kohomérnök szeretnék lenni. Épp ezért a Miskolci Műszaki Egyetemre jelentkezem. Ha a felvételi vizsga nem sikerül, akkor szerszámkészítő leszek, mint édesapám. Harmadikos, negyedikes gimnazisták, szakközépiskolások, leendő egyetemisták, főiskolások készülnek, tanulnak, vizsgáznak Debrecenben, Gödöllőn, Miskolcon és szerte az országban. Minket fizikai dolgozó gyermekeit azért küldtek ebbe a táborba, hogy minket felkészüljünk az egyetemi, illetve a főiskolai felvételire. Mint bizonyos tekintetben hátrányba kerültünk az egyetemiségi dolgozóknak a gyerekeivel szembe, mivel ő nekik több lehetőség van a tanulásra. Az én apám Kovács, a anyám pedig cipőipari szakmunkás, és viszonylag mind a ketten jók keresnek, tehát nekem ilyen problémáim nincsenek. Viszont ha én hazamegyek az iskolából a problémáimmal, a bajaimmal, akkor én nem tudok kihez fordulni, nekem kell megoldani, és vagy sikerül, vagy nem. Mert én nem vitatom, hogy az apám az jó szakember, viszont ha én megkérem tőle, hogy milyen a gyűrűsférgek idegrendszere, ő arra abszolút nem tud semmit válaszolni. Egy szellemi dolgozó gyermeke magasabb szellemi igényességű légkörben nő fel. Eleve el se tudja jóformán képzelni, hogy fizikai munkás legyen. Kicsi kora óta készül az egyetemi főiskolai felvételre ezek szerint, és fizikai dolgozó családban ez már nincs meg. Ott sokkal kisebb a szellemi igény. Rendben van, és most akkor tessék megrajzolni. Tessék. Az úgy jó. A C-vitamin a csipkevogyó, paprika és gyümölcsfélékben. Általában milyen zöldségekben még ezen kívül? Ezen kívül még petrezselyem, citrom, narancs, déli gyümölcsökben jó, találhatjuk igen. Meg. A C-vitamintól ilyen tavaszi fáradtság. Nem a C-vitamin hiányában. Tavaszi fáradtság, akkor lép, amikor már szervezet föl dolgoz a C-vitamin, akkor skorbutot is idézhet elő a hiánya. Nem volt már mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni nyomorúságunkat. Itt a Kertész utcában hetente több estén át felnőtt diákok tanulnak. Közel lakok az iskolához, és hiányát éreztem a tanulásnak. Nagyon fontosak az alapvető ismeretek, mert anélkül a munkás még a meglévő ösztönös képességeit sem képes kifejteni. Szeretném először átnyújtani a bizonyítványt és a könyvet, amelyet az órák alatt tanúsított szorgalmáért és példamutató iskolába járásáért kapott. Gratulálok! Egyetlen egy napot nem mulasztott az iskolából. A könyvjutalmat segítőkészségéért és az osztály közösségért végzett munkájáért kapjat. Gratulálok! Nagyon szép könyvet kap, kiemelkedő tanulmányi eredményéért. Minden tárgyból nagyon-nagyon szépen szerepelt ebben az évben. Gratulálok! Én mindig azt mondom, hogy ha vasat is csiszolják, az annál jobban fényesedik. És az embernek az agya is, hogyha többet tanul, akkor jobban élesedik. Kész már a dolgozat, immáron kész a mű. Kész már az árthelyi, helyenként nagyszerű. Egyetem, begyetem, lehelem, rebegem, lenyellem, ha nem jó. Ó, kész már a dolgozat, és szól a hallgató. Micsoda nagy öröm, mámor ez a köbön, ha elébe leteszem, újjong a prof lelkesen. Ez nagyszerű, ez nagyszerű. Thank you.
vágjunk az éjszakának. A külvárosban nincsen még neonfény, sötétek a vakolatlan házak, hajunkat tépi a szél, s összép görnye a vállunk, villamos sínt hegesztik a téren, a kékes fényben nagyra nő az árnyú. Az ifjúság életével, gondjaival a párt, államunk, társadalmi szervezeteink rendszeresen és sokoldalan foglalkoznak. A magyar ifjúság erkölcsi politikai helyzetét alapvetően hazánk fejlődő társadalmi állapota határozza meg. A fiatalok nagy többsége ismeri és követi a szocialista célokat, támogatja a párt politikáját, becsületesen tanul, dolgozik, hazafihez méltóan teljesíti honvédelmi kötelezettségét. A fiatalokat meg kell ismertetni a marxizmus-leninizmus tudományával, fegyelmezett és kötelességtudó, a közösség, a nép, a szocialista haza ügyéért minden áldozatra kész emberekké kell formálni őket, s közülük a legjobbakat kommunistává, a párt tagjaivá kell nevelni. Mindig tartsuk szem előtt az ifjúság, a párt, a nép, a szocialista haza ígérete és jövője. A 60-as évek közepétől az ifjúságpolitika legfontosabb kérdései közé került a könnyű zene ügye. A hatalom igyekezett a beat zenét a szocializmus eszmeiségéhez igazítani, amire tökéletes eszközt talált a könnyed, semmit mondó tánczene műfajában. Előadók tucatjai tűntek fel a Ki mit tudokon, akiknek egy része, miután sikeres vizsgát tett az Országos Rendező Iroda Bizottsága előtt, a vidéki kultúrházaktól a Szopoti Dalfesztiválig szórakoztathatta az önfelett közönséget. Halló, halló, halló! Halló? Szia, Joli! Én vagyok a Zsuzsi! Van egy kis mondani való! Elment a papa, mama, nincsenek ide, haza gyertek fel! Kell egy kis ennivaló, és egy kis innivaló, dobjuk fel! Én fűzők jó feketén, a bútor már szanaszét! Szól egy csuda-csuda magnó, nálunk táncos, táncos, táncos várunk! Csapjunk egy jó kis múli pátyádat is, a dupikhoz csak fel! Jól táncolod a gyerek, pont nekem ilyen remek partner kell! De kérem a csókot mellőzzük, előbb a fiút jobban megnézzük! Mindegyik mosogatunk, majd gyorsan rendet rakunk tízkor, tízkor! Tűnjetek el! Diszkó, tűnjetek el! A 60-as évek végén egyre többen tették szóvá, hogy ifjúságunk eltompult és ellustult. Az egészséges életmódra nevelést szolgáló edzett ifjúságért mozgalom mellett a mozgás és a tömegsport népszerűsítésére szokatlan műfajokat is kitaláltak. Azért hívtuk ide önöket, hogy megállapítsuk, ki mit tud. Persze nem kell énekelni, táncolni, zsonglőrködni. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek-kinek a szervezete mit tud. Jelentkezzen két mindenre elszánt 20 év körüli fiatalember, lehetőleg fizikai dolgozók. Munkás? Igen. Kitűnő. Műszerész. Jó, kérem szépen fáradjon ide előre. Bemutatom az itt látható eszközöket. Ez a kézi dinamométer a kéz szorításának erejét méri. Ez még csak az alsó érték, művész úr. Na lesz ez még több is. Ez a húzó dinamométer a törzs, a váll és a láb húzó erejét. Az se valami kiváló eredmény. Na persze itt zakóba, ha följönnek, vegyék le a kabátjukat, jó? Ez pedig a...
doktor, legyen a kedves elmondani, mert ha fújok, nem tudok beszélni. Vitálkapacitásmérő. A tüdő levegőbefogadó képességét mutatja. Kérem az első párt. 30! Jó. Tovább, tessék. Ez lesz a jó. 50, kitűnő! Megyünk tovább, úgy. 100. 40! Jó, tessék, tovább. Csak nyugodtan, nyugodtan. Úgy, nagy levegővel. 150, kitűnő! Elkészülni, tessék, kezdeni. Most már magam is kíváncsi vagyok az eredményre. Hihetetlen. A vérnyomása 114-ről csak 126-ra emelkedett. Pulzusa is 60-ról 74-re. Mondja, valóban nem sportol? Mi a foglalkozása? Kárpitos. Munka után hazamegy és lefekszik aludni? Nem, táncolni járok. Táncolni? Népi tánc. A rendszeres mozgás, még akkor is, ha népi tánc, vagy csak kirándulás, hasonló edzettséget adhat, mint a sportolás. A 70-es évek elejétől néhány szociográfikus eszközzel készített filmben végre életszerű fiatalok is megjelentek a mozivásznon. A Balázs Béla stúdió kísérleti filmjeinek szereplőin keresztül az addig csak sejtett, létező szocializmusról is képet kaphattunk. Mikor voltatok utoljára így együtt, és beszéltetek ezekről a dolgokról? Talán soha. Ez a társaság így soha nem volt ennek. Miért nem lehet összejönni? Miért nem lehet összejönni? Ilyenkor van, amikor van valami szenzáció a faluba, és akkor bejönnek, de vasárnaponként már nincs. De az nem elég szenzáció nektek, hogy halálra unjátok meg a tökat? Hát mondjuk nem. Ez a szenzáció. A fenéket. Kis kellene mondjuk fiatalság, lázjátszó, magnetofon és jó szórakozási lehetőség. Végeredményben nem azon van a hangsúly, hogy hát lemezjátszó legyen, meg magnetofon, hát, szóval hát az is kell, az biztos, hogy a fiatalságon a szórakozás, de egyszer, egyrészt rendezni kellene olyan kulturális, mit tudom én, estéket, vagy mit tudom én, szóval amin lehet a fiatalságon szórakozni lehet. Például ott van az irodalmi színpad, az igaz, hogy én oda járok, és ott van, mikor meghirdették az ifjúsági klubba, hogy hát ki akar jelentkezni irodalmi színpadba, akkor meg senki se akart jelentkezni. Egyen. És az itt a legnagyobb égető helyzet, hogy a fiatalság egyáltalán nem törődik azzal, hogy hát szóval a faluba mi legyen. Az, hogy azt nem mondom, hogy havonta bál, de legalább minden negyedében, vagy minden két hónapban lehetne egy bált is rendezni, és ott annyira össze lehetne hozni a társaságot, a fiatalságot, hogy összetartás akkor lenne. Na most erre mondhatnék egyet. Azt mondják a fiatalok, hogy szóval fiatalságnak a bál kell, a szórakozás kell, de sajnos más nem érdekli a fiatalokat. Na most az ifjúsági klubban az űrhajózásról szóló tíz előadás kit érdekelt? 15 talán. Ha én bemegyek kéle szépen a kis terembe, meg a másik, hogyha szólunk valamit hozzá, akkor csak hümmentetek. Álljál meg egy kicsikét, egy pillanatra. Húsvétkor volt, ha jól emlékszem, akkor voltam a kis teremben, mióta Veszprémben vagyok, először bementem, hogy eljövök, mert én is szórakozok veletek. És akkor te beállítottál oda 8:30-kor, Andris, és részegen, akkor hogyan álljad veled valaki szóba és beszélgessen veled? A Szalai Jancsinak kellett lefogni, mert neki akartál ugrani a társaságnak, Andris. Akkor hogyan beszélgessek veled, hogyha részeg van? Egyáltalán az a kérés, hogy befogadjuk mi őket, hát ez egy nagy hülyeség. Mert be vannak. Kiszterem mindannyian, hogy csak ők érzik azt, hogy ki vannak rendben. Nagyon be vannak ők fogadva. Ők érzik azt, és ezt mi hiába akarjuk velük, szóval hiába győzzük meg őket, nem hiszik el. Hát látjátok itt a mellettem állókat, hiába beszélünk nekik, nem hiszik el. Erre jár egy pénzes, hát zavarja éneken, sima szája, erre fényes. Hát ne dalolja én velem, ölt a kerítés, a szarhatán. Kérlek a föld, mint a szekeri közé, János ét a mázsé és Kati, János ét a mázsé és Kati. Csendben ülsz a sorban, gyere gondolkozzak el. Neki csendben ülsz a sorban, gyere gondolkozz már el. Ölt a kerítés, a tengeri csatén, János és a másik.
hatalom a béke és az internacionalizmus eszmeiségének hirdetésére kitalálta a polbeatet. A gerilla és a monszun zenekar, Dinnyés József vagy Boros Lajos politikai aktivitásra serkentő, párakkordos gitárszámai a KISZ táborok kihagyhatatlan darabjai lettek. Ebben az országban van egy réteg, aki túl minden saját érdekén, szinte mániákus önfeláldozással, mint a misszionárus dolgozik a közösségért. Ezekkel mindenütt találkozni, klubvezető, képzőtáborba, kiszvezető, mindenütt találkozni. Az énekeltetésnek funkciója van, közösséget terem és gondolkodásra készített. Hogyha én énekelek egy dalt, akkor azért az jobban meg bennem marad. Tehát, hogyha én egy kérdést éneklek el, akkor hazamegyek és megpróbálok arra válaszolni. Megpróbálnátok erre a dallamra, én 2x-3x-40-szer eljátszom, és akkor nagyon egyszerű lesz, utána éneklünk közösen egy csasztuskát. Amikor azt mondják, hogy... Akkor azt kell utána mondani, hogy... Szociál, pszicho, szociológia! Lámpalázasak vagytok, mi? Én is. Próbálj meg még egyszer. Azt hiszi a papa, hogy különb, mint a fia, mert ő tudja, mi a... Szociál, pszicho, szociológia! Hú, de nehéz! Azt hiszi a fia, hogy különb, mint a papa, mert ő tudja, mi a szociál, pszicho, szociológia! Az ifjúság túlnyomó többsége gyakorlati tevékenységével már igazolta, hogy nem csupán élvezője akar lenni a közösen létrehozott javaknak, hanem gyarapítója is annak. Hízelgés és túlzás nélkül állítható, hogy a magyar ifjúság történetében még nem volt példa ilyen tömeges aktivitásra. Az ifjúság a szocializmusért mozgalomban 788 ezeren vesznek részt, és nem sablonos vagy formális vállalásokkal. Az építő táborokban óráról órára leküzdik a mocsár és a talajvíz nehézségeit, s eközben az egymás iránti felelősség legszebb emberi tulajdonságaival erősödnek a KISZ tagjai. Pedig a nukleáris világégés veszélye is hatással van a mai kor ifjúságára, de a mi fiataljaink a békében és a jövőben bízva erdőt telepítenek, cementgyárat, erőművet, kőolajfinomítót, pihenőparkot, kultúrházat építenek. Az utóbbi két évben a KISZ bizottságai személy szerint figyelemmel kísérték a huligán magatartás miatt felelősségre vont fiatalok többségét, és segítették őket a rendes útra térésben. Csak ezrelékben fejezhető ki a javíthatatlanok aránya. A modern népvándorlás soha nem látott módon meggyorsította minden fertőző betegség, így a nemi betegség terjedését is. Hűséges szerelmi társak között nemi fertőzés nem fordulhat elő. Csak azok között, akik nemi partnereiket sűrűn cserélgetik, különösen ha azok megválasztásában nem igényesek. Akik gyors kalandra törekszenek, előbb-utóbb nemi betegséget szereznek, sőt, gyakran többször is fertőződnek életük során. A tartós kapcsolat az egyedüli biztosíték. Egyik nap ezzel jár, másik nap mással jár, harmadnap más találsz. Ezt a tempót hogy bírod, ki mond? Minden biztos, de lehet, hogy szakítok is veled, ha mással látlak én. De nem rohanok oda, mert nem bántalak soha, ezt így fogadtam én. Hisz a hűség, hú, a szótáradból hiányzik, lefogadom nálad, nincs ilyen szó. Szólnunk kell ifjúságunk egy részének feltűnést keltő divathóbortjáról. Ezek a fiatalok hajukat a vállukra növesztik, mint a nők. Tartós hullámmal kezeltetik, és egész évben hajadon főt járnak. A fiatalságnak természetesen joga van ahhoz, hogy olyan frizurát hordjon, amilyen neki tetszik.
Nem árt azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az ilyen fiatalos csacskaságoknak súlyos egészségkárosító hatásai lehetnek. Szakadó esőben ugyanis a loboncos hosszú haj átázik, és az esővíz a nyakunkba csorog. Ez rosszabb esetben fejfájást, agyhártya megbetegedést, nyakizommerevséget okozhat. Ezért a ruházat fontos kiegészítő része a kalap, amely a fej és az agyvelő védelmére szolgál. Főhőse Kázmér az érettségi után egyetemre került, diáktársai közt találkozott olyanokkal, akiken semmi különös nem látszott. De olyanokkal is, akik másnak, érdekesebbnek akartak látszani, mint a többiek. Kázmér úgy döntött, hogy neki az utóbbiak közt van a helye. De írva vagyon és eljött a nap, mikor Kázmér csodát látott az egyetemen. A folyosón feltűnt neki, hogy a tegnap még mások csodálatosan szolidak, szerények és istentelenül egyformák. Csoda történt. Elég kockázatos dolog szakállal menni vizsgázni, mert abban a pillanatban, hogy az ember belép a terembe és a vizsgáztató látja, hogy az illetőnek szakálla van, érthetetlen módon rögtön felbojdul a lelki világa, és attól a pillanattól kezdve csak a szakáll létezik, és teljesen független attól, hogy milyen felkészültséggel ment el az ember vizsgázni, normális körülményektől függetlenül egy, másfél, két jeggyel rosszabbat kap, mint egyébként. Kázmér megértette, hogy a látszat néha áldozatokat is követel. Táncolni jó, ám nem lehet mulatni, ó. Én azt mondom, tévednek, ma beatre mulatok, sose halunk meg. Húzd rá gitár, hey! Szakadjon a húr, húr, húr. Húzd rá gitár, így mulat egy beates magyar, húr, húr, húr. Ácsi gitár, ide húzd a fülem, nehogy sík, sík, sík. Ide körém ritmus jankók, hadd ragasztok rátok bankót, ami hogyha nem is piros, kék, kék, kék. Úgy húzzátok a fülembe, hogy sok ingric és levente szégyenébe kopasz legyen, s kék, kék, kék.
jár az én zeném. Lakos csizmát visel a babám, a beat zenére bokázik ám. Húzd rá gitár, he he! Szakadjon a húr, húr, húr. Húzd rá gitár, így mulat egy vites magyar úr, úr, úr. Ácsi gitár, orgonista húzzád a kanótámat. Sipadobba nyenyerével, megtett észbe jejjeivel, a nem jóját csak én nekem, nem másnak. Úgy jártátok olyan jól ám, hogy az illés meg az orán elszegődjön lakatoshoz, rácsásnak.